Dr. Peták István rákutató az EU delegáció tagjaként részt vett az EU és az Egyesült Államok között megrendezett csúcstalálkozón Washingtonban. A csúcstalálkozó témája a mesterséges intelligencián alapuló technológiák egységes nemzetközi szabályozásának előkészítése volt. Hogyha minden igaz, kapcsolatban is vagyunk Dr. Peták Istvánnal. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm a nézőket! Amint az önök kutatócsoportjáról tudni kell, az, hogy már több rangos nemzetközi innovációs díjban is részesültek. Többek között 2021-ben Európa legígéretesebb technológiai vállalkozásaként elnyerték a jövő unikornisa díjat. Legutóbb pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az önök által fejlesztett szoftvert az orvostudomány legújabb forradalmi áttörésének nevezte. Tehát gratulálunk mindehhez mindenek előtt, és akkor most beszéljünk arról, hogy ön részt vett a washingtoni csúcstalálkozón. Mi történt ott pontosan? Igen. Tehát mindenképpen nagyon izgalmas, ami most történik az egészségügyben, a rákutatásban, hiszen a végre az informatika eszközeit az orvosok is a kezükbe vehetik, és a betegek gyógyítására használhatják. Különösen a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan nagy a várakozás, hiszen könnyű belegondolnunk abba, hogy például a személyre szabott orvoslás is csak úgy elképzelhető, hogyha van számítógépes segítsége az orvosnak ahhoz, hogy az összes genetikai eltérést, ami a több millióféle lehet, figyelembe tudja venni egy-egy beteg személyre szabott kezelésének a megválasztásában. Tehát ez egy hatalmas lehetőség az emberiség előtt, egy újabb technológiai ugrás kezdetén vagyunk, és nagyon fontos az, hogy megfelelő mederben legyen, és az is nagyon fontos, hogy az Amerikai Egyesült Államokban kifejlesztett új orvosi megoldások, technológiák, lehetőségek minél gyorsabban eljussanak Európába, az Európa teljes területére, az összes daganatos beteghez, de ugyanúgy fordítva is, tehát mi itt Európában kifejlesztünk mesterséges intelligencia alapú eszközöket, mint például az orvosi eszköz, amit a mi munkacsoportunk fejlesztett ki, minél gyorsabban eljusson az Egyesült Államokban, ehhez az kell, hogy ugyanazoknak a szabályozóknak legyenek életben mindkét helyen. Úgyhogy ezért volt nagyon fontos, hogy a Digital Europe nevű nagy európai nemzetközi szervezet megszervezte ezt a találkozót, és itt Washingtonban a kormányzat több képviselővel találkoztunk, a külügyminisztériummal, a kereskedelmi minisztériummal, a standardizációért felelős szakemberekkel történtek megbeszélések annak érdekében, hogy egy egységes álláspont jöjjön létre abban, hogy miknek kell megfelelnie egy terméknek, ami mesterséges intelligenciát alkalmaz. Úgyhogy most egy nagyon-nagyon erős, közös fellépésre készülünk, és Európai Unióban is több törvény előkészítése zajlik. A fontos az, hogy lehetőleg ez egy egységes szabályozás legyen a két kontinensen. Értem. Közben azért mondjuk el a nézőknek, hogy a washingtoni csúcstalálkozó már lejárt, és ön már Bostonban van ebben a pillanatban, tehát onnan jelentkezik benn. A BioIT World konferencián vesz részt. Ott is ugyanerről van szó? Igen. Tehát döbbenetes azt látni, hogy hány száz új, innovatív startup vállalkozás foglalkozik azzal, hogy a mesterséges intelligenciát, az informatikát felhasználjuk a gyógyszerkutatásban. Tehát most már számítógépes programok próbálják megtalálni azt a gyógyszert, ami egy adott betegségben hatásos lehet. Három dimenzióban tudják modellezni a kutatók, hogy a célpont fehérje melyik pontjára illeszkedjen be, melyik kémiai molekula. De ugyanígy most már mesterséges intelligencia olvassa el a betegek leleteit, rendszerezi, és összefoglalót ír az orvos számára, hogy nagyon gyorsan átlássa, hogy mik a legfontosabb laboratóriumi vagy diagnosztikai eredmények a betegekkel kapcsolatban. Igen. Úgyhogy itt sokan dolgozunk azon, hogy kitágítsuk az orvos tudását, és még több ideje legyen a beteggel foglalkozni, és mi lehetőleg minden olyat, amit automatizálni lehet, azt a gépek készítsék, hiszen azok viszont nem fáradnak el
nem tévednek, és egy sokkal magasabb minőségű ellátást tudunk majd így a betegek számára nyújtani, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas konferencia. Igen, Peták úr, azért azt se felejtsük el, hogy ez roppant izgalmasan hangzik, de itt azért most ez nagyon fontos, hogy egy magyar startup lépett előre, lépett ilyen nagyot a mesterséges intelligencia rák elleni alkalmazásában. És ez önöknek köszönhető, itt 25 év kutatómunkájáról beszélünk. Igen, tehát ami nagyon nagy tanúság, és mint kutató, én is azt vallottam, mint Karikó Katalin, hogy ki kell választanunk egy területet, amire fókuszálunk. Az én fókuszom az az, hogy a kutatótársaimmal, hogy minden egyes daganatos beteg számára megtaláljuk azt a célzott kezelést, ami az ellen a génhiba ellen irányul, ami az ő betegségét okozta, és most már eljutottunk oda az elmúlt évtizedek kutatásának az eredménye, hogy megismertük az emberi génkészletet, és megismertük, melyek azok a gének, egyébként több mint 700 ilyet ismerünk ma már, aminek a génhibája, mutációja daganatot okoz, és azt is tudjuk, hogy minden egyes beteg daganatát 3-4 génhibának a kombinációja okoz. És ezért nagyon fontos, hogy abból a több mint 100 célzott terápiás lehetőség, ami most már elérhető, minden egyes betegnél megkeressük azt, ami az adott beteg génhiba kombinációja esetén a leghatásosabb lenne, és erre fejlesztettünk ki egy mesterséges intelligencia orvosi szoftvert. Egyébként nagyon fontos elmondanom, hogy ez elérhető Erdélyben is. Igen, hamarosan erről is beszélünk, csak itt nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy mi is értsük, és a nézők is értsük meg azt a biológiai és matematikai törvényszerűséget, amit követni kell, az, hogy megtalálják a leghatékonyabb módszert a rákos betegek gyógyítására. Ez hogyan működik egy kicsit, hogyha erről beszélne? Igen, tehát mindenképpen először is történnie kell a beteg szövettani mintáján egy molekuláris diagnosztikai vizsgálatnak. Ez azt jelenti, hogy azt a szövettani mintát, amit a diagnózis céljára ugye a kivettek az orvosok, és amiből kiderült, hogy a betegnek daganatos betegsége van, tehát a lelet, igen, azt a szövettani mintát kell tovább vizsgálni, és leszekvenálni a fontos géneket, és megtudni, hogy ezek közül melyikben van mutáció. Ilyen molekuláris diagnosztikai vizsgálatokat mi is végzünk, de egyébként több más laboratóriumus ma már. Nekünk mindenképpen a leletre van szükségünk, a génhibákra, ezt töltjük be ebbe a bizonyos szoftverbe, és a szoftver a mutációkhoz társítja a célzott terápiás lehetőségeket, és kiválasztja azt, ami a legnagyobb, magasabb szinten a mostani orvosi tudásunk szerint a leginkább valószínű, hogy hatásos lesz, és természetesen ezt egyébként még meg kell beszélni egy egész orvosi tímnek, hiszen nem csak gyógyszerekkel gyógyítunk daganatos betegeket, hanem sugárterápiával, sebészi eljárásokat, de mindenképpen az az információ, hogy a betegnél elérhető lenne célzott gyógyszer, az mindenképpen nagyon fontos információ. Azt is el kell mondanom, hogy nem mindenkinek van még ilyen, hiszen nagyon sok olyan génhiba van, amire még nincsen célzott gyógyszer, itt viszont akkor az a nagyon fontos, hogy ne kapjon felesleges, hatástalan kezelést, és ezzel ne veszítsen időt, és ne szenvedjen fölösleges mellékhatásokat, hanem rögtön értem, akkor egy terápiára tudjon az orvos koncentrálni. És akkor most mondjuk el azt, ami nagyon fontos, és nyilván mindenki erre kíváncsi. Most innen Erdélyből kapcsoljuk önt, kíváncsiak vagyunk, hogy itt Erdélyben, Romániában ez a módszer elérhető-e? Elérhető lesz-e? Így van, tehát már most elérhető, mert szerencsére nagyon sok onkológus Romániában már kapcsolatban van velünk, hogyha bárki beteg minket megkeres interneten, és akkor mi tudunk felvilágosítást adni, hogy az ő hozzá hol van a legközelebb olyan onkológiai klinika, ahol használják a mi módszerünket. Ott Kolozsváron egyébként van ilyen, ugye a legnagyobb, talán ki is mondhatom, hogy nem, a Mediscope. Nem mondhatjuk ki a nevét, igen. Akkor nem mondtam. Igen. Nem. Egy orvosi információ, vagy nem, de mindenképpen vannak olyan klinikák, amiket tudunk ajánlani szerte Romániában most már. Tehát a lényeg, hogy önöknek köszönhetően egy olyan új kutatási irány nyílt meg előttünk, vagy illetve a rákos betegek előtt, ami már használható, ami már haszonnal.
Így van, és nekem nagyon fontos, hogy csak annyit szeretnék elmondani, hogy itt vagyok Bostonban, itt vagyok Washingtonban, de nagyon szeretném, hogy minden, ami elérhető itt az Egyesült Államokban, az elérhető legyen ott Erdélyben, Romániában is, Magyarországon is, hiszen a daganatos betegeknek joguk van hozzáférni a tudomány által kínált összes lehetőségre, és minél hamarabb is, és lehetőleg már ma. Peták úr, köszönjük szépen, hát a munkájukat elsősorban, és az információkat is, amit megosztott velünk. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Viszont hallás, viszont látásra.